Végre péntek. Galaktikus távolságokban mérhető szeretettel köszöntünk minden kedves végre péntek hallgatót, ugyanis hát ismét jelentkezik szokásos hétvégét megelőző podcast őrületünk, úgyhogy én már köszöntöm is itt Gergőt, illetve meglepetés vendégünket, aki megint nem Dani, és nem is egy másik Dani, ellenben majd egy Bence lesz, de először is szevasztok. Hello, Bálint! Hello, sziasztok! Szia, Bence! Üdvözlünk téged itt a Végre péntekben. Hát igen, péntek van, úgyhogy ismételten őrületes Végre péntek adás. Most nem fogok énekelni az elején, megígérem, mint a múlt héten. Azt éneklésnek lehet nevezni. Minden esetre itt vagyunk, és Dani megint nincs. Daninak hát kicsit ismételten összetorlódtak a dolgai, ez már a harmadik hét, amit skippel, de talán most már a vizsgai időszak végére ér, és ismételten vissza tud térni közénk. Addig viszont itt van velünk Bence. Csá, Bence! Hello, sziasztok! Próbáltam valami alien hangon beköszönni, de nem tudom, milyen hangjuk van az alieneknek. Jobban tetted, nem tudom, azok így morognak, nem? Meg folyik a nyáluk. Hát valami olyasmi. Meg így nyújtogatják a nyelvüket. Hát ők igen, nonverbális kommunikációt folytatnak. Igen. Egyébként tudjátok, miért alien az alien? Nem. Mert a Földön nem alien. Ez volt már a végre péntek, köszönjük Bence, hogy itt voltál velünk. Köszönjük. Meghoztam még egy meglepetést, tudjátok, milyen hangja van az univerzumnak? Na. Ajaj. Ó, de szép. Ajaj, milyen igaza van. Szerintem a rengeteg párhuzamos, a végtelen párhuzamos számú univerzum közül a legjobban élünk. Abszolút, egyet tudok érteni ezzel. Na, akkor a szokásos kérdés még mielőtt úgy igazából bemutatnánk téged, Bence. Kinek hogy telt a hete, Bálint? A szokásos módon kezd el, mesélj, mi volt fáj veled. Fáj fejem, de egyébként egész jó. Fáj fejed? Ez már ilyen karácsonyi őrület. Most ez a semmi újat nem mondtam senkinek. Karácsonyi stressz orkán. Meg kicsit olyan egyébként, de ez így minden évben, én ezt már úgy szerintem 6-7-8 éve tapasztalom, hogy van ez a két hét karácsony előtt, amikor 4 hónap munkáját kell megcsinálni. Egyszer, azaz, igen. De tényleg, tehát hogy így ezek így, és nem olyanok, hogy így elmaradtak, és mindenképpen be kell fejezni évvégéig, hanem úgy itt jönnek be ezek a feladatok, és ennek még meg kell lennie. Te dolgozol két ünnep közt, nem dolgozol. Jó, meddig dolgozol? 22-ig? Akkor mínusz 2 nap, mint ahogy én számoltam. Szóval ez ilyen, nem tudom, országos tendencia, hogy ilyenkor így mindig rengeteg a dolog besűrűsödik, szerintem. Vagy nem tudom, ti ezt hogy tapasztaljátok. Van az a megoldás, amit én választok, hogy én 31-én dolgozok utoljára ebben az évben. És akkor igazából van elég napod arra, hogy megtedd azokat a munkában való lépéseket, amik így felgyülemlettek, vagy pluszba érkeztek. Úgyhogy én jó, nekem... Csak mi is olyan munkát végzünk, meg a legtöbben már olyan munkát végez, ami azért bizonyos interakciót megkövetel másokkal. De hát ugye mások meg nem feltétlen gondolkodnak így, hogy 31-én még bejövök dolgozni, mint ahogy te. Így meg egyébként így teljesen felesleges. Mások ugye el vannak a családjukkal. Egyébként hozzáteszem itt, hogyha lett volna lehetőségem dönteni, hogy jövök-e vagy sem. Hát ez a jössz, hát akkor jövök. Így jártam, nem baj. Az a lényeg, hogy szilveszter utáni napon elsői ne kelljen jönni, és akkor a többi dolog az pipa. Igen. Emlékszem, tavaly a végre pénteket január 1-én vettük fel, én olyan brutálisan másnapos voltam, hogy az valami elképesztő. Ha visszahallgattam a múltkor, pont egyébként nem szoktam visszahallgatni az adásainkat, de azt így, mivel közeledtek az ünnepek, ezért meghallgattam a karácsonyi adásunkat, meg meghallgattam az újévi adásunkat is, hogy így hangolódjak erre az ünnepi kis mókázásra, és... rá kellett jönnöm, hogy tényleg elképesztő módon másnapos hangom volt rajta. Úgyhogy ezt az idén, ha lehet, ezt így skippeljük, jó? Vagy előbb, vagy utána vegyük fel ezt a podcastet, vagy nem tudom, de semmiképpen se közvetlen szilveszter után. Akkor lehet tudtad imitálni az alien hangját, igaz? Hát ez biztos vagyok benne, hogy sikerült imitálni. Úgy is nézett ki. Igen, folyt a nyálam, meg minden bajom volt. Akkor nem is járjuk olyan messze a megoldástól. Abszolút igazad van. És most direkt nem azt mondom, hogy kaja, mert az a hányház annyi, de nektek az ital, ami karácsonyi, amit mondjuk csak karácsonykor, vagy az, hogy meghozza a karácsonyi hangulatot. A forradbor. Forradbor, aha. De nem feltétlenül karácsonyhoz hoznám be ezt a dolgot, hanem így a... Most a fenyőfa alatt mit iszol? Semmit. Tehát, hogy tényleg semmi extra nincsen nekem akkor, amit... Pedig azért a halász elég sós.
Nem is szoktam halászlevet, mivel, mint említettem, karácsony alatt is végig dolgozom, ezért nem engedhetem, meg magamnak azt, hogy iszom. Jó, de szarduma. Hát de nem szarduma, én nem szeretek akkor inni, hogyha másnap meló van. Semmi, tojáslikör, nincsenek ilyen favorit. Semmi. Enceneked. Nekem a puncs. 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 A puncs az egyik. Te szereted a puncsot? Aha, én nagyon szeretem. Mondjuk rum alapja van, úgyhogy annyira nem lehet rossz. Nagyon szeretem én a puncsot, illetve nekem is a forralt bor. Ja, a másik, ami ha tél, meg ez a Christmas season, akkor a forralt bor. Ja. Én tojáslikör. Te tojáslikör. És ti készítitek otthon? Hát ugye családtagok közül. Aha, igen, az király. Igen. Aztán volt, hogy olyan sűrű volt, hogy kiskanállal lettük, mint a vaníliafagyi, de mondjuk, hogy az elmúlt években rúgtam már be tojáslikörtől fafaragás közben. Aha, ja tényleg, idén is szeretnéd elkérni a fafaragó célszer számot? Szépen köszönöm, de most idén egyik legnagyobb beruházásunk egy új fenyőfa talp volt. Ja, és akkor most nem kell. Hát majd kiderül, még nincs meg. Szóljál időben. Jó, oké, köszi. Igen. Igazából egy ácskalapácsot adtam a Bálintnak tavaly, és azzal sikerült befaragni. Na mindegy. Szerintem úgy hívtalak föl egyébként, hogy ilyen fél perc káromkodás, elmondtam, mit akarok, és utána még levezettem még egy perces cifraságokkal. Na. Fú, ez nagyon idegesítő. És akkor állt a fa végül? Hát igen, kicsit így ki peckeltük, meg kikötöztük még egy-két ilyen illúzióromboló madzaggal. Plafonba bele egy dűbel. Azaz. Azt úgy kell. Felső szomszédnál becsavarod. Így pattam fel a szomszédba, felső szomszédba a járólap a konyhába, hogy átküldted rajta a csavart. Onnan tudja, hogy karácsony van, mert ezt minden évben megtapasztalja. Igen, és mindig vakarja a fejét, hogy miért nem jó a tavalyi, miért kell még egyszer odafúrni mellé. És akkor csak felkértek a lyukon, hogy karácsony van, bazd meg, bocs. És utána még jól fel is kopogsz valami seprűnyéllel. Biztos nagyon díjaznák. Ja, erről jut eszembe, bocsánat, csak egy ilyen kis off-topic kopogásról, hogy ilyen közösségi élményben volt részem a hétvégén. Na. Ugye véget ért a Forma 1, aki követi, meg szerintem aki nem követi, az is így tudja a hírekből, hogy itt az utolsó körben... Jó, akkor Verstappen utolsó körben dölt el a világbajnoki cím sorsa, és üvöltöztem én is, meg dobogtam, és a fölöttem és az előzésnél lehallatszott az ütemes izője, ahogy tapossa a földet, ugrál, vagy nem tudom, hogy dühében, vagy örömében, de az ott a mi kis lakótelepi háztömbünkben ilyen közösségi élményt váltott ki az a Verstappen előzés, miután a Hamilton hogy is reagálhatott volna. Ez még mindig zseniális. Gondolom, mindenkinek megvan a Damu Roland féle kirohanás. Halatortán epizód. Igen, persze. Na azt vágj be Hamilton. Állítólag volt egy ilyen beszélgetés, ami nem került ki a sajtóba, ahol Hamiltontól elszangzott el. Hogy... Igen, egy pillanat, mert ezt jól összeírtam a múltkor, és akkor ez úgy lesz helyes, hogyha egy az egybe olvasom fel, mert tényleg így fogja jól visszaadni a dolog. Csak is pont. Igen. Nehogy már olyan nyerjen, aki nem tud vezetni. 260 kilométert utaztak ezért a szurkolók. Én már reggel 7-kor felkeltem melegíteni. Jó, akkor Verstappen nyert. Jó éjszakát, szevasztok! Zseniális. A magyar mémek bármire átfordíthatók. Köszönjük szépen, Damu Roland. Figyelj, hogyha úgy veszik, akkor a Damu Roland elérte azt, amit akart, örökké bennmarad a köztudatban. Az mindegy, hogy miért, ezért biztos. Jogtalan felborodások embere. Ja. Képzeld el, Bálint, hogyha már arról volt szó, hogy kivel mi történt a héten, egy új reménysugár, egy reménysugár érkezett a semmiből. Lehet. Ez szuti autósztori lesz. Lehet. Tehát most ilyen 16 idézőjel közé. Lehet, hogy feltámad az Audi hamvaiból. Hoppá! Ezt komolyan mondom. Én leszek a legboldogabb ember. Nem tudom, lehet, hogy igazából felújítom, és most eladom, hogy ne kelljen belőle foglalkozni. Most még nem döntöttem el. Találtál pedig barátot, aki betolja, vagy ez hogyan kell? Hát kicsit neccesebb a történet. Jól indul. De... Nem szeretném elmesélni itt, hogy országvilág előtt, hogy hogyan lesz megoldva, de meg lesz oldva. De most mi lopsz hozzá egy... Persze, autót? Elmegyek, lopok egy autót, nyilván. Nem, mert csak egy alkatrészeket. Nem, igazából veszek egy másik autót, és akkor annak a motorjával meg lesz oldva, lehetséges. Trabantot? Persze. Német, ennyi. És prémium. Igen, nem egy másik A8-at, és akkor annak a motorja majd valahogy. Miért nem tartod meg azt? Mert az nem jó más. Abba minden szar, csak a motor jó. Az enyémben meg minden jó, csak a motor szar. Aha.
Igen. Szóval a kettőből gyúrsz egyet a végén. Ez a tipikus 25 éves német prémiumból kettőből csinálunk egyet itt Kelet-Magyarországon. És mit csinálsz azzal, amiből kiszeded a motort? Semmit. Megmarad. Muskát majd abba fogja. Tudod, vannak emberek, akik félbevágják az autójukat, és a nappaligjukba beteszik. Nem, én arra gondoltam egyébként, tök hogy lehet, hogy csinálok belőle egy ilyen smokert. Tudod, hát Amerikában tök nagy divat, hogy a félbevágják a kocsit, és akkor beleteszik a barbecue sütőt a motorháztetőbe, és így fejtett a motorháztetőt, és akkor ott sülhetnek a húsik. Hát milyen király? Ilyen bajor vésliket lehetne gyakorlatilag. Az aksira meg kössére van egy kisebb hűtőt, és akkor ott a söröket meg lehet abba hűteni. Igen, tökélet. Amúgy nem mondasz hülyeséget. Na, hát tudom, hát azért mondom. Ha ezt megcsinálom, akkor az első videós tartalom a Végre Péntek csatornára ott fog bekövetkezni, egy adást ott fogunk fölvenni, miközben barbecue-zunk. Egy Audi motorháztetője alatt, tökéletes. Jaj, de jó, ez a dízelaromás barbecue-s. Hát főleg, hogy benzines a kocsi, de nem baj. Ja. Na, Bence, te hogy vagy egyébként? Tényleg, Bence. Köszi, én is. Bence egyébként azért van most nálunk, és először vendégeskedik itt, közös ismerősünk nekünk, Bálintal a Bence. És ugye törzs hallgatónk. És törzs hallgatónk is vagy. Ez kijelenthető szerintem. Abszolút, igen. És a Bence amúgy amatőr csillagász, úgyhogy ma ilyen csillagászos dolgokról fogunk beszélgetni. Jól mondom, ez jól mondta, nem amatőr csillagász. Aha, ezt így mondják. Így van. Igen. Ja. Királyság. De még mielőtt rátérnénk arra, hogy álltok a karácsonyhoz amúgy? Hogy élitek meg, hogy várjátok? Ezt gondoltam, hogy megkérdezem így az advent negyedik vasárnapja előtt nem sokkal, meg így tényleg pár nappal karácsony előtt, hogy az idei karácsony az mennyiben lesz más számotokra, mint mondjuk a tavalyi, illetve mennyire idegesítiteket a karácsony? Mert engem hozzáteszem, nagyon. Én nem vagyok nagy karácsonyozós, és már amikor novemberben tele vannak az üzletek a mindenféle karácsonyfa díszekkel, már akkor ömlik a pofádba a Last Christmas, és attól én el tudnám hányni magam ettől a gicsparádétól, amit emberek sokszor azért csinálnak, hogy otthon a házuk legyen a legszebb a környéken. Szóval én ettől hányni tudnék. Ti ehhez hogy álltok? Hát egyetértek veled, amúgy engem is nagyon az zavar az, hogy tényleg bemegy az ember nyár végén közel, most kicsit túlzok, de szeptember-októberbe bemész, és már a Mikulás csomagokat látod. Igen. A polcokon, és ez nagyon idegesítő, szerintem. És kaptam egyet a kocsimra. Kaptál egy Mikulás csomagot a kocsidra? De figyelj, azt azért bármelyik pontjába kaphatsz. Ez is idegesítő. Bálintnak örök karácsony van, nem? Ha úgy veszik, akkor igen. Mikulás. Igen. Úgyhogy szerintem tényleg ez tök rossz benne, hogy folyamatosan érik az ingereket, érik az embereket, karácsonyi ingerek már szeptembertől októbert, nem is értem. És akkor mikortól szabadna szerintetek? Hát szerintem december. Nem december legelejétől, én azt mondom, hogy advent első vasárnapjától. Tehát akkor a szaklás ünnepünkkel hozzuk össze a kereskedelmi ünnepünket? Én abszolút úgy, igen, hoznám össze. Basszus, hát hozzunk akkor... Hozzunk rá törvényt. Hozzunk rá! De amúgy komolyan szerintem ennek csak így van értelme, mert rengetegen frusztráltak az ünnepek alatt, és már novemberben, gondolj bele, mi azért szerencsés helyzetben vagyunk, nekünk jó a család, jó, tedd fel nyugodtan töltőre, vagy adod a... Szóval, hogy jó családi körülmények, mindannyiunknak van munkája, mindenki, érted, tehát jó helyzetben vagyunk. És nekünk lehet, hogy annyira nem gáz az, hogyha tényleg szól a Jingle Bells, csak idegesít, de valakinek meg lehet, hogy ez abszolút kiváltja belőle a full depressziót, hogy nem már még egy ünnep, ahol egyedül vagyok. Aha. Még egy ünnep, ahol tök magány, egy ünnep, ahol magányos vagyok, ami a szeretetről szól. És az a baj, hogy ezt sokan ebben nem gondolnak bele, és nem egy-két ilyen ember van a világon, ebben biztos vagyok, és nem véletlenül karácsonykor a legmagasabb az öngyilkosságok száma. Ez jogos. Meg most nekem az jutott eszembe, ez jó ez a ilyen kicsit ilyen szociálisabban érzékenyebb megközelítés, hogy mondjuk azok a családok, akik mondjuk együtt élnek, mindegy, csak mondjuk nem olyan körülmények között, hogy és szülőként mondjuk megint ki vannak téve annak, hogy ilyen robot, meg olyan játék, meg Barbie ház, vagy Barbie vár, és én ezt nem tudom megvenni, hogy a gyerek nyilván nem, nem, a mai gyereke azt fogja mondani, Bálint, hogy én egy iPhone-t kérek, tabletet kérek. Na hát és ja, igen, és akkor ezek a családoknak nyilván közelében nincsenek annak, hogy nem az, hogy az egyik gyereküknek, hogy egyáltalán ilyen a családba legyen. És mondjuk, ja, mondjuk ez jogos egyébként, hogy ez két és fél napig ebbe élni.
Csak ugye ti akkor ezt leredukálnátok egy ilyen 3-3 és fél hétre. Én decembertől kezdeném, december elejétől nagyjából. Én is azt mondom. Onnan indul a karácsony szelleme, egy hónap kikapcsolódás, tényleg lelkileg ráhangolódni, még van is annyi idő. És egyébként nem lehet, tolnám ki. De hogy... értem, tehát, hogy kereskedelmi szempontból. De nem biztosan, hogy kereskedelmileg ez annyira kifizetődő. Mert hogyha, hogy nem biztos, hogy kifizetődő, de biztos, hogy van egy ilyen motivációjuk, hogy minél többet eladni, minél korábban. De nem akkor adsz el többet, amikor kevesebb az időd? És az tény is való, hogy az horror lenne az a két hét a boltokban, meg a webshopok se valószínűleg tudná teljesíteni, de hogyha kevés időd van, akkor egyből gyorsan akarsz vásárolni. Hát nézd, de szerintem... nem azért kezdesz el vásárolni karácsonyra, mert látod a díszeket. Te vásárolhatsz augusztusban is, rendelhetsz az emagról a gyereknek mobiltelefont, hogyha az a szíve vágya karácsonyra, mert mondjuk akkor éppen akciós. Jó, de kinek jut eszébe augusztusban karácsonyi ajándékot venni? Nekem még soha. Amúgy sokan? Nekem egyébként az ismerősei igen. Körömből sokan? Hát azóta megváltozik az ízlése, itt tudom én most már Samsungos vagyok, nem egyébként, mondjuk ilyen nincsen, de eddig a Huawei-t szerettem, most már a Samsungokat, nekem ilyet ne vegyél. De amúgy... Kidobott a csajom, megtartom az iPhone-t, amit vettem neki. Meg hát megint az a baj, hogy vásárláshoz kötjük a karácsonyt. Nem erről kell szólnia. Nem erről kell szólnia ennek. Én egyébként úgy élem meg, ha már így kérdezted, hogy így, oké, ez így része. Én ezt elfogadtam minden, viszont 24-én délután, amikor bezár az utolsó bolt is, miután tényleg kizsigerelték teljesen az eladókat, utána így hazamész, és már nem tudsz mit csinálni, mert imádom, senki nem dolgozik, semmi nincs nyitva, nem tudsz más csinálni, csak otthon lenni és nyugalomba ellenni. Ez nyilván ez megköveteli, hogy legyen egy normális családod, akikkel egyébként ezt meg tudod élni. Ez egy ilyen feltétel ennek, amit én érzek, de akkor tényleg van egy ilyen szent este, meg utána következő pár nap, ami hogyha tehetnél, se tudnál más csinálni, mert leáll az ország. Én ezért szeretem az ilyen nemzeti ünnepeinket is, amikor olyan napra esik, hogy egy hosszú hétvégét összehoz, hogy esély sincs arra, hogy basztassanak. Tehát például a nyári szabadságot én nem tudom olyan lazán megélni, hogy akkor pihenem magam, mert tudom, hogy mások meg dolgoznak. És egyébként attól függetlenül bejöhetnek, és csak torlódik a feladat. De pont az ilyen karácsonykor, hát húsvét, az most ugye 4 nap, fogjuk rá, hogy ott is, de akkor ez tényleg megvalósul. Én pont azt mondanám, hogy én meg pont, hogy nyáron tudnám inkább jobban elengedni magam, mert akkor tudom pontosan amiatt, hogy a többiek dolgoznak, ezért nem történhet akkora probléma, mint amikor nincs bent senki. De ugyanúgy fel is hívhatnak, hogy gyere be. Én Bálinttal értek egyet hozzá, egyébként. Volt erre példa, hogy gyere be, de az meg nem olyan horderejű volt, hogy ne tudtam volna otthonról. De ha nem dolgozik senki karácsonykor, akkor nincs, aki elbassza. Igen, és leáll a világ karácsonykor. Ez a igen, legjobb Bálint, mert pontosan olyan munkahelyen dolgozunk, okay. Ahol nem történhet semmi ilyesmi random, dehogy nem. Tehát én sokkal nyugodtabb vagyok, hogyha van bent valaki, és nekem pont nem kell bent lenne. Egyébként visszatérve a kereskedelmi részére a karácsonynak, szerintem nagyon sok családban, többek között nálunk is azért van egy ilyen deal, hogy felnőttek, azok már nem nagyon ajándékozzák egymás, maximum egy üveg ital, vagy valami ilyesmi, de semmi extra. A gyerekeknek veszünk ajándékot, őket megajándékozzuk nyilván. Hát de ez a normális, szerintem. Igen, abszolút szerintem is, tehát szerintem nem erről szól nagyon sok családban, hogy megajándékozzák egymást. Nem az, hogy együtt van a család már, ahol nyilván ez az alapfeltétele, de szerintem erről kéne szólnia tényleg, hogy mindenki leáll, világ kicsit kikapcsol, és együtt a család. Ez tök jó dolog. De akkor felteszem a kérdést, ami miatt ezt az egészet most így felvázoltam. A karácsony a 21. században a kapitalizmus, vagy a bibliai ünnep? Tehát ez kapitalizmus. Ugye? Tök egyértelmű. Aha. Tehát a karácsony a kapitalizmus ünnepe, nem pedig az egyházé. Vagy a miénk, így a lelkünknek az ünnepe. Nem a család ünnepe. És nem tudom egyébként, hogyha random lesz rajtani az utcán embereket, mondjuk 10 emberből hány mondaná meg azt, hogy mit ünneplünk karácsonykor? És húsvétkor? Ne keverjük a kettőt. Semmiképpen. Egyházilag. Na, hát nyilván most feltételezem, hogy tudjátok, kedves hallgatók közül is talán, de azért elmondom, hogy karácsonykor a Jézus Krisztus a megváltó, akkor még nem volt Krisztus, csak Jézus, a megváltó születése, húsvétkor pedig az ő feltámadása. Igen, igen. A Jézus halált nem ünnepeljük, hanem a feltámadását ünnepeljük. És egyébként, tehát ha tisztán keresztény egyházilag nézzük, akkor a húsvét az a legnagyobb ünnep, nem pedig karácsony. Igen. Ezt sokan nem tudják, de hogyha egy katolikus papot megkérdezel, vagy tök mindegy, református evangélikus lelkészt, akkor ők is azt fogják mondani, hogy húsvét a legnagyobb ünnepünk. Mert ott feltámad. Tehát ugye ezt, hát a kapitalizmus ezt nem így fordította le. Egyébként hozzáteszem, hogy én például a húsvétnak a hangulatát sokkal jobban magaménak érzem, mint a karácsonyét.
Mert itt kötelezően vásárolni, minden ezt hallod. Húsvétkor meg nem. Én azt tökre el tudom magamat engedni húsvét alatt. Sonka, tojás, torma, pálinka, locsolkodás. Tök az jó. A húsvét az ilyen buli. Igen, én a húsvétot ezerszer jobban szeretem, mint a karácsony. Valószínűleg ez a nagyon undorítóan a képedbe való vásárlási láz oda nyomása a fejedhez, hogy neked most vásárolni kell. Emiatt utáltam meg egyébként a karácsonyt nagy részben. Ja, a húsvétkor ez nem alakult ki sose. Az inkább tényleg ilyen gasztronómiai ünnep sokaknak. De mennyire jó. Ja, a karácsony is tekinthető lenne gasztronómiai ünnepnek, csak akkor meg... Igen, csak ott többször van az, hogy a hányház annyi szokás. Mert valakik utálják a halat, akkor azok nem. Valaki a káposztát nem tudja, akkor nincs töltött káposzta. Húsvétkor a sonkatojást azért, tehát a vegetáriánusokon kívül mindenki szívesen fogyasztja szerintem. Vagy nem ismerek olyat, aki ne. És az ott úgy abba korlátozódik. Uh-huh. De milyen érdekes, hogy a nyuszi hozza az ajándékot húsvétkor, nem? Ez is. Az is fő, hogy a kis Jézus hozza az ajándékot, tehát hogy akkor attól függ, hogy hol, mert Amerikában például a télapó. Az igaz. Ja, az sőt, ha jól tudom, Angliában is a télapó hozza. Az angol száz országokban. Az angol száz országokban ott a télapó hozza. Santa Claus. De meg itt is egy gyerekmunkára serkelyek. Márik a kis Jézus. De hogy a nyuszi hogy kerül képbe húsvétkor, arról fingom sincs. Meg a csibe. De a csibe nem az ajándékot. Tudom, de akkor is a húsvéthoz hozzákötöd a kis csibét, meg a kis nyuszit, hát meg ezeket. A feltámadás, megszületnek, tehát hogy az szerintem annak van egy ilyen, ilyen vonatkozása. De hogy került ide a nyúl? Ti kaptatok nyulat? Meg hogy fessünk tojást. Élőt. Szerintem én egyszer igen. Nekünk úgy volt, hogy mindig, amikor emlékszem, hogy gyerek voltam, de tényleg meg ilyen óvodás, akkor volt ismerősünk, akik tartott nyulakat, és akkor arra pár napra mindig adott egy nyuszit, aztán utána mindig visszakérte. Uh-huh. Majd utána visszakaptuk azt a nyuszit. Hát akkor neked boldog. Csak akkor abból utána pörkölt készült. Ah. Igen, pedig pont ezt akartam mondani, hogy akkor neked boldogabb volt a húsvétod, mikor élő nyulat kaptál, mert mikor én kaptam, akkor tudtam, hogy sajnos egy-két hét múlva mi történik majd ezzel a kis cuki piros szemű nyuszival. Igen. Én sose tudtam megenni a nyúlhúst. Nem, én nem nagyon tudod, vagyis hát Bálint inkább, te tudod rólam, hogy én párszor az előző évben, meg az előttiben tartottam egy ilyen vegán pár hónapot. És akkor nem azért, mert hogy nem szeretem a húst, csak úgy kíváncsiságból. De van egy hús, amit képtelen vagyok megenni, mert sajnálom az állatot, és az a nyúl. Egyszerűen képtelen vagy. Rosszul vagyok. Egyszer volt olyan, hogy beleettem egy, azt hiszem vadas volt talán, ami nyúlból készült, és így megmondták, hogy mi az, és szabályosan rosszul lettem, és azonnal elmentem hányni. De nem tudom, honnan jött egy ilyen zsigeri rosszul lét tört rám, miután megmondták, hogy mit ettem meg. Pedig a nyúl egyébként az egy tök ostoba állat. Tehát akkor miért nem sajnálod a disznót? A disznó az ráadásul tudatában is van. Nem tudom miért. Valószínűleg én ezt úgy gondolom, hogy gyerekkoromban, mikor mentünk a dédimamámhoz, vagy a nagymamámhoz, akkor ott voltak tartva a csirkék, kacsák, disznók, meg ilyesmi, és akkor megszoktam, hogy ők azért vannak tartva, hogy akkor abból nekünk étel lesz. És ők tényleg nagyon jó körülmények között tartották ezeket. Hát falusi körülmények között tényleg százszor jobb tartani így egy állatot, mint mondjuk ilyen nagy húsüzemekbe, azért lássuk be. És tényleg jó dolguk volt minden, és azért voltak tartva, hogy legyen nekünk hús. Én ezt megszoktam, de nekünk nyúl sose volt, és valószínűleg ezért nem tudok úgy tekinteni a nyúlra, hogy az számomra egy étel. Rosszul vagyok tőle, hogyha nekem nyulat kellene ennem. De fura. Nekem ez nem sose volt. Nem ettem olyan sűrű nyúlhúst, mert egyébként macerás, meg inas, de vagy Bence, te kötősz valamilyen ilyen állathoz, amit így érzelmi alapon nem vagy hajlandó megenni? Kutya nem számít. Most a számból vetted ki a szót pedig. Azt hittem a falatot. Nem, egyébként nekem olyan konkrét állat, amit így nem ennék meg. Nyilván most európai szokásokról beszélünk, nincs. Aha. Nincsen olyan állat. És ha már nagyon kell mondani, akkor ilyen amikor az vagy borjú húsból, ilyen zsenge, finom üző, akkor felöltik bennem az a kis nagyszemű kis bocika, aki ott éppen még szopizne a anyatőgyét, és akkor a gyere sétálunk egyet, nézzük meg azt a szép ízét, fejszét ott a sarokban. Nem tudom, a színhússal én minden állatból igazából meg tudom enni szinte. A borjú talán, meg amiben fagyú van, azokat azt az ízvilágot egyébként. Ja, én annyira nem akkor szeretem. Akkor te a birkás ételeket nem is nagyon szereted. Igen, azokat annyira nem, tehát megeszem, tehát hogy nem az, hogy nem, de
de én inkább a belsőségektől óckodom, ilyen máj, ó, pedig egy jó szalont idő. Igen, ah, de én nekem ez valahogy nem jött be soha. Van egy közös guilty pleasure-ünk a Bálinttal, méghozzá a jó kis disznósajt. Azaz. Az a legjobb, amikor visszakacsint még a malac. De nem az a szarbolti, ami szarrá van rakva aszpikkal, meg ilyen undorító minden, hanem az igazi. Amit otthon. Azt még a disznó lelke tartja az, össze. Az azt tartja össze, nem a pedig se, az nem. Aszpik. Fú, pedig. Rá gondolok is rosszul Bálint vagyok. Bálint, kezdem azt írni, hogy egyébként mi, lehet, hogy mi vagyunk bekötve rosszul, mert eddig bárkit megfeltettük ezt a kérdést, hogy mi hogy szeretjük. Igen, mi meg odáig vagyunk érte. Sokan szeretik amúgy. Fura. Hát régen ez egy teljesen normális, meg szerintem hétköznapi étel is volt talán. Tehát a disznóhús az annak a jelképe, hogy semmit nem pazarolunk el. Azaz. Igen. Ha nem dobunk igen. semmit. És ez ilyen régi tradíció, hogy ami disznóvágás után megmaradt, azt még egyszer minden összegyúrnak, beletöltik valamibe, és megeszik. Egyébként biztos finom, meg tök jó, meg... Egyébként elkészítési mód függő. Igen, 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 de én nekem inkább tényleg azzal van a gond, hogy belegondolok, hogy miből van. Ugye azért abban elég sok mindenben van, nem csak a színhús. De hogyha jól össze van darálva, akkor igazából igen, már nem értem, számít. És itt vetődik fel az, hogy egyébként, amikor virslit vagy parizert teszel, az akkor... Az még undorítóbb dolgokból van. Igen, igen, a jó disznósajt nem még találgathatsz, hogy ez vajon melyik része. Igen. Ott nézegeted a kis korongot, amit levágtál, és vagy azt a kis háromszöget, és így nézegeted. Na, ez most vajon. Meg azok a cuccok belekerültek az abalébe, azok teljes mértékben fertőtlenítve vannak, meg teljesen, hogyha magadnak készíted otthon disznóvágáskor, akkor tudod, hogy miből van. És tudod, hogy az egy faszakaja. A kutya szájából vettem ki, de akkor is belerakom. Akkor hozd vissza azt a fület. Ja, hát igen. És hogy... Én hallottam egy ilyen sztorit még. Talán az unokatesómnak az unokatesója. A másod unokatesód, tehát? Nem. Az unokatesód unokatesója, a másod unokatesód, nem? Nem, most nem láttátok az idézőjelet, amit mutattam itt a szék mögött. Igen. A legenda szerint, amikor leszúrták a disznót, alárakott egy poharat, ahogy folyt ki a vér, és a friss vért lehúzta úgy, ahogy kifolyt a malacba. Hát de ez a böllérek szokása, hogy amikor akik feldolgozzák. Ezt hallottam, de ez olyan rossz. Ez egy szokás. Hát amikor fel van dolgo... Nálunk ez például tök normális volt. Ki volt a köntve a pálinkák, akik segítettek, és a böllérnek meg ott volt egy üres feles pohár, amiben disznó vér puff lecsapta. Uh-huh. Ez szokás. De akkor téged ez teljesen izé. Engem ez így kicsit sokkolt, ja. De még a sültvérrel is úgy vagyok, hogy... Jó hagymás sültvér, azaz. Sőt, nekem kiskoromban finnyásabb voltam sokkal, ott én még az agyvelőt is úgy voltam vele, hogy nem. És akkor egyszer anya csinált valami ilyen velőspirítóst otthon. Aha. És megetette velem, de nem mondta meg, hogy valamit kamuzott, hogy ez ilyen húspástétom. Aztán izé, leküldtem. Azt mondja, hogy akkor finom volt a velőspirítós. Fúj. Aztán most meg már szereted a jó velés. Szeretem, jaj, csak akkor végül, ez az agya. A disznó tudata. Tényleg, elkezdte magam alá szart. Beléd épül a disznónak a tudata. De, na és nem már... szoktál néha röfögni? Nem, de azért megvakarkodhatnál itt a filmtörét. Van nekem is egyébként egy ilyen jó történetem disznóvágásról. Fateromnak az egyik kollégája éppen műfogsort csináltatott magának, és mondta, hogy hát szóltál volna időbe, akkor hoztam volna a hétvégi disznóvágásra neked olyan fogat, hogy a kukoricát is elroppant, hogy nyersen. Ez nekem így megmaradt. Úgyhogy ez egy nagyon vicces történet egyébként szerintem. A kísérleteznek, vagy talán van is valami erről már orvosi eredmény, hogy a disznószerveket emberbe helyettetem. Hát mert tökre hasonlít. Igen. Meg hát sokba hasonlítunk a disznóra, vegye ki így ki úgy. Igen. Gyeng, és te leszel az első alany, viszont. Semmiképpen köszönöm szépen. Én teljes mértékben el vagyok így, hogy most vagyok, köszönöm. De sajnos ismerjük olyan embereket, akik ezen segítenek. Igen. Valakinek ez egy határozott előrelépés, de nem visszalépés. Megduplázná az IQ szinten. Igen. Egyébként így, ha már a disznóvágás azért jött föl szerintem, hogy a karácsony kapcsán, mert ez is egy ilyen téli szokás, nem? Mm. Hát a disznó csak, disznó csak tükörjéggel lehet leszúrni, nem? Hop. Jaj! Fogát csúszik! Lebökik, megpörzsölik, wellness program, aztán mehet feldolgozásba. Tudod, miért vágják hidegbe? Nem tudom. Hát, hogy a baktériumok meg ezek ne szaporodjanak, mert ugye nyáron, ha levágnád, akkor azért... Eltartható. Igen. Itt minden összefügg. Tehát nyilván a húsvéti sonkát meg valamikor meg kell csinálni.
Most meg megcsinálod hát, januárban vagy februárban. Ja. De ugye mi nincs az űrben, hát disznóvágás. Igen, egyébként. Sok más érdekes. De Tesla már van? Tesla már van az űrben. Jut eszembe, Bence, lehetséges, hogy láttam én egy hullócsillagot a héten? Hát hogyne, hullócsillagot azt szinte mindig láthatsz az év nagy részében. Ha felnézel pedig... az égre és szerencséd van, és az idő is tiszta, akkor simán megeshet bármikor. Na, témaváltás, és akkor most jön a csillagászat, aki erre volt kíváncsi, nem pedig a kis témázgatásunk. Tehát akkor nem csak az van, hogy augusztusban, amikor jönnek a, hogy hívják, perszeidák, nem csak akkor láthatsz, mert sokan egyébként ebbe a tévedésre vannak, és így mondták, hogy de hülye vagy, augusztusban vannak a hullócsillagok. No. Nem. A hullócsillagot azt szinte mindig láthatsz egyébként, hogyha szemfüles vagy, meg pont oda nézel, meg pont ott állsz a Földnek azon pontján. Aha. Tehát ezek viszonylag egyébként gyakori objektumok, de abban biztos igazuk van, hogy sok, tehát hogy ciklikus ez. Vannak nyári meteorit hullások, és valamikor nyilván sokkal több érkezik be a légkörbe, meg valamikor sokkal kevesebb. De abszolút bármikor. Bármikor szinte. Honnan jött neked ez a csillagászat? Hát én ezt ilyen két irányba osztanám el igazából. Van ez a kérdés bennem, hogy igazából kik vagyunk, és ezt talán a csillagászaton keresztül jobban meg lehet érteni. És ez a könnyebbik érthetőbb vonal. Igen. Úgyhogy ez az egyik. Csúnyábban kifejezve, mi a szarba élünk. Aha. Ez a kérdés, ami foglalkoztat. A másik meg inkább ilyen történelmi, én nagyon szeretem a történelmet mindenféle aspektusából. És amikor mélyebbre belástam magam így a nagy földrajzi felfedezések idejébe, meg ezekbe a régi vikingek évezredekkel ezelőtt, hogy elméletileg elhajóztak már az amerikai kontinensre, hogy hogyan tájékozódhattak. És ugye ezekre végül is részben a csillagászat ad választ. És hogy egy kicsit így érdekel a tájékozódás, picit mélyebben, mint mondjuk az, hogy beírod a Waze-be vagy a Google Maps-be, hogy hova szeretnél menni. Fordulj a sars csillagtól balra. Igen. Akkor végül is ez is az űrhöz köthető. Tehát a visszatérve ezekre a GPS-ekre, ugye ez is mind műhold. Ez is űrkutatás, ez is csillagászatnak köszönhető eredmény. Úgyhogy igazából ezek azok az alapinfók, amik miatt én így elkezdtem csillagászkodni. Úgy kiskorom óta érdekel nagyon, tehát az ég, meg hogy mi van fölöttünk, felhők fölött mi lehet, ezek miatt. Aha. Meg mindig megpróbálom magam ilyenkor belehelyezni egy ilyen ősember szerepéből, vagy nem tudom, hogy amikor fölnézett évezredekkel ezelőtt egy ember az égre, amikor még nem nagyon voltak ennyire kiforva a tudományok, akkor mit gondolhatott, hogy ott van valami az égen, és így világít. De mi? Mi az? És ha így beleképzeled magad a helyébe, akkor ezek a kérdések így automatikusan följönnek benned, és utána kutatsz, mármint nyilván, ha érdekel, utána nézel, mik ezek, galaxisok, mi az? Mi az a folt? Ez miért egy foltot? Miért nem egy sima pötty, mint egy csillag? Vagy az egyik miért fényesebb, mint a másik? És folyamatosan másztam bele egyre mélyebben a témába, úgyhogy most már jutottam odáig, hogy van két távcsövem is, egy komolyabb, meg egy nem annyira komoly, az inkább ilyen belépő szintű. Meg kicsit belemásztam már az asztrofotózásba is, de ez még tényleg inkább csak ilyen kezdetleges, mert azért ez egy drága hobbi, az ilyen több százezeres tétel. Uh-huh. Viszont, hogyha te nagyon komolyan gondolod, akkor nyilván a határa csillagos ég. Nagyon szép. Nagyon szép. Igen. Bálint, azért hozzád is elég közel áll ez a csillagász téma. Persze. Igen. Egyébként én is egy gyerekkoromtól kezdve így bambultam az égre. Meg ugye mi Bencével voltunk is kint csillagokat nézegetni, asztrofotózgatni. Most a Bence említette a több százeres, akár milliós tételig nyúló technikát. Én a Samsung S10-es telefonommal is érhetek. És egyébként volt sikerélmény. Bocs, ha beleszóltok egy picit, bocs Bálint. Egyébként a legújabb telefonok, amin már van hosszú expozíció,
mivel az asztrofotózásra nagyon sokan azt gondolják, hogy egyébként ez ilyen nagyon-nagyon drága dolgok kellenek, amit ha tényleg olyan képet akarsz csinálni, hogy így leesik az állad, akkor nyilván. De egyébként az, hogy te magadnak szépen otthonra megörökítesz egy képet, ami mondjuk már kirajzolódik valami kis, tehát nem csak egy pötty, mint egy csillag, hanem már valami kis folt körülötte valami. A sávja. Aha, az... igen, azt már egy ilyen viszonylag közép kategóriás, felső kategóriás telefonnal, mert tök jól meg tudod csinálni. Én nemrég kaptam rá egyébként erre a dologra, hogy a telefonommal fotózgatom az égboltot, és egyébként egész komoly fotókat tudtam már csinálni. Igen, ez mostanában terjedt el. Az újabb telefonokban most már azt mondják, hogy tök jól bele lesz építve az ilyen hosszú expós fotózás, meg ez az égfotózás. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó irány egyébként, ugye a mobiltelefonok szempontjából is. Nyilván az kell hozzá, hogy valamilyen szinten ismer a telefonnak, ugye amikor a professzionális módon fotózol, és akkor ott a fényerőt, az ISO értékeket változtatgatod, tehát a simán a nappali beállítással ez felejtős. A 80 megapixeles telefonodra föl kattintasz, hogy az égboltra, az nem fogja azt. Nem, tenni. Az valóban nem, de... Ha egy kicsit játszogatsz ezekkel a beállításokkal, akkor azért lehet eredményeket elérni. Persze, meg egyébként kigooglizni amúgy körülbelül 5-10 perc, vagy egy YouTube tutoriát megnézni, és mert tényleg ez nem egy olyan dolog, amit már képtelen lenné megcsinálni drága technikák nélkül, szóval. Egyébként tök jó. Visszatérve még egy kicsit az elejére, hogy úgy volt Galilei, Newton, ezek a csillagászat úttörő emberei. Például nekik egy ilyen a mai legolcsóbb távcsőhöz képest is tényleg egy ilyen kis kezdetleges kis dizájnjuk volt. És azokkal fedeztek fel már bolygókat, azoknak a bolygóit, gyűrűket a bolygók körül, vagy hát most éppen Szaturnusz körül, illetve ugye láttak olyan objektumokat is, amiket akkor még nem tudták, hogy mi az, de azt látták, hogy nem is kerek, nem is úgy néz ki, mint egy csillag, hogy nem csak egy pötty, hanem valami paca az égbolton. És ez egy 4-500 évvel ezelőtt már egyébként ilyeneket tudtak nézegetni. Jó, nyilván a fényszennyezés az nem olyan volt, mint most, tehát abban a korban fölnéztél az égre, és sokkal-sokkal részletesebb dolgokat tudtál megfigyelni, más csak szabad szemmel is. De számomra tényleg hihetetlen, hogy olyan kezdetleges kis fából épített, kis otthon megcsiszolt tükör, mit tudom én, ezekkel ilyen nagy felfedezéseket tettek. Gondolom azok a pacák, azok galaxisok voltak, legalábbis gyanítom. Hát volt olyan is, igen, hát ugye ezek messzi jár objektumok, azt hiszem, így kell őket mondani. Ugye ezeknek azért több kategóriája van, tehát ezek lehettek halmazok, nyílt halmaz, gömb halmaz, ködök, planetáris ködök, ezek még van mélyebb kategóriájuk. De... Mik vannak az űrben? Mik azok, amikor most elkezdted felsorolni őket? Hogy amiket egyébként akár szabad szemmel, de inkább akkor ilyen közép profi távcsövekkel lehet felfedezni. Ugye a legegyszerűbbek nyilván a csillagok, amik fölnézünk, és azokat szabad szemmel is látjuk. De ugye nem biztos, hogy amit nézel azt a fényes csillagot, hogy az egyébként valóban egy csillag, ami mondjuk egy olyan, mint a mi napunk, ami ott ég tüzel aztán valameddig, hanem lehet, hogy éppen, amit tudom én, a Jupitert látod. Hogy ugye ez se egyértelmű, mondjuk abból ugye nincsen sok, lehet látni tőlünk ugye a Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz. Szabad szemmel, meg a Merkur talán. Igen. Néha, a Merkur befigyel még. De például az Uránusz meg a Neptunusz már szabad szemmel, azokat már nem fogod kiszúrni. Azt régen egyébként még a Newton meg a Galilei korába talán még láthatták, de biztos, hogy nem tudták, hogy mi az. Mm. Csak lehet, hogy éppen így fürkészték az eget, és így ott egy pöty, de hát azt nem tudták megmondani, hogy az mi. De akkor elképzelhetőnek tartom amúgy, hogy sokkal több mindent láttak. Mm. Ja. De ugye akkor beszéltünk, hogy a csillag bolygó, tehát ez a kettő, amit szabad szemmel is látjuk, tehát a mi naprendszerünk bolygóiból. Hát a Marsot részét. Például, ha nincsen felhő fölöttünk, az bárki ki tudja szúrni szerintem. Hát te tudod, hol kell keresni, akkor igen. Ugye hát a esthajnal csillag, ami egyébként ha az a Vénusz. Vénusz, igen. Ugye az ugye éjszaka nincs fönt, azt vagy hajnalban, igen. Vagy hajnalban, vagy napnyugtakor. Igen, ezeket simán tudod látni, de azért... Azt hiszem, vannak olyan objektumok is, amik például szabad szemmel is láthatóak. Mint a nap. Azt nappal is látom. Éjszaka nem. Hát attól, hol vagy a Földön. Ja, igaz.
Ha át tudsz utazni pár óra alatt a föld másik oldalára, akkor megláthatod. Nagyon éjszaka jó. Is. Minden relatív. Ja. Például az Andromeda galaxist, azt te látod szabad szemmel is. Az a szomszédos galaxisunk, az Andromeda. Igen, igen, ez az egyik legközelebbi galaxis hozzánk, ugye a Tejúthoz. Azt például látod, és egyszer, én Bálinttal már voltam kint, egyszer csillagászkodtunk így közösen, kis távcső, kis fotózás, ilyesmi. És ha jól emlékszem, akkor az Andromédának egy nagyon-nagyon halványan a galaxis spiráljait azt láttuk. Mm-hmm. Vagy láttunk a csillag körül valami kis homályos pacát, de ez így nagyon olyan, hogy így vagy oda képzeltük, vagy tényleg ott volt. Tehát ez így nehéz. A csillagászat az olyan egyébként, hogyha belenézel egy távcsőbe, ott tehát ne úgy képzelje el azt senki, hogy egy távcsővel olyan képeket fog látni, mintha beírja a Google-be, hogy Tejút, és akkor... Hát igen, akkor az de azok feljavított képek hát már, azok nem? Azokat konkrétan... a Hubble csinálja. Hát, ja, egy részét, igen. De azt úgy képzeld el, hogy azokat órákig, vagy napokig is van, amit fotóznak. Ugye azokat a képeket a galaxisokról, meg az ilyen objektumokról, amiket látsz. Az ilyen szuperszínes fotókat, ahol látod a ködöt. Igen, igen, igen. Mi volt, azt hiszem, a rákköd, vagy mi a neve annak, ami ilyen rohadtul színes, és tök jól néz ki? Ja, van egy csomó egyébként, általában mindegyik színes amúgy. Hát attól függ, milyen anyagból ugye van. Ugye ezek miből vannak? Kicsit... Hát valami hidrogén, különböző hát gázok. Konkrétan. A legtöbb az igen. Amikor az... összeálltak, aha. És megfelelő fényviszonyok, vagy nem tudom, hogyha valami hát ugye a csillagfényre azt most nem laikus vagyok ez az egyébként ilyen fizikához, de azt hiszem úgy van, hogy minden egyes anyagnak, mint tudom, hidrogén, hélium, stb. Van egy spektruma, egy fény spektruma, hullámhossza, olyan színű fényt bocsájt ki. Ezt tudom neked mondani, hogy ez tényleg így van. Igen, ez így van, szerintem is, és ugye így tehát ez alapján amikor... működnek a különböző ilyen fotometriai igen, mérések. Igen, igen, és amikor mondjuk egy ilyet objektumot fotóznak, ha nagyon szépen akarod ábrázolni, akkor különböző szűrők kellenek már neked a fényképezőgépre, vagy a távcsövedre, a teleszkópodra, ugye különböző hullámhosszú fényt enged át, és akkor az alapján, mit tudom én, van ultraibolya szűrő, akkor az azt engedi át, valami az infravöröset, és akkor abból így a Photoshop-pal, vagy valamilyen csillagászati szoftverekkel egymásra stackelik ez a neve, és akkor hát ilyen rétegeket pakolnak gyakorlatilag egymásra, és akkor abból lesz egy fotó, de szabad szemmel, távcsövön keresztül igazából a képzelőerő az nagyon szükséges egy ilyenhez. Tehát általában ott csak egy ilyen kis pacát látsz, aminek az egyik része az egy kicsit sötétebb, vagy van benne egy lúk, ami épp, vagy feketeség, hívjuk akárhogy, úgyhogy úgyhogy a csillagászatban nagyon nagy képzelőerő kell, és sokan ott hasalnak el ebbe egyébként, hogy arra számítanak, hogy olyan látványt árul eléjük, mikor beírják a Google-be. Ilyen nem lesz. Tehát, hogyha nincs a kertedbe, vagy a házad fölött 100 kilométer magasan egy Hubble űrteleszkóp, akkor nem valószínű, hogy egy ilyet fogsz látni szabad szemmel. De nagyon érdekes. Itt kell az is, hogy tehát akkor föltehetni hősnek kérdés, hogy akkor ebben most így mi a jó, minek költesz-e milliókat erre. De én például ezt úgy élem meg, amikor veled is ugye felfedeztünk ilyeneket szabad szemmel, ugye láttunk, hogy esélytelen lett volna. Igen. Hogy én most ezt most nem a képen, nem egy Google keresés után látom, hanem látom azt a köt felhőt ott, Isten tudja, hogy hány fényévre, vagy 100, vagy 1000 fényévre tőlünk, de basszus, kinyitom a szememet, és látom, és nem torzítja semmi, mert ez a távcső tükréből jön oda. Nem digitálisan felújított, megszerkesztett, mit tudom én, 1000 képből rakt, vagy mi sztekkelték össze, hanem te saját magad. És egyébként ez olyan ilyen heuréka élmény, amit szerintem tényleg a Galileiek élhettek át annak idején. Ez olyan talán, akit érdekel a csillagászat, ezt valahogy úgy tudnám elmondani, mint aki szeret horgászni. Hogy ott is kiülsz, és várod a halat, ott beszélgetsz, kikapcsolsz, kicsit kiszakadsz a külvilágból, de a csillagászkodás is ugyanilyen. Például, amikor én belenézek a távcsőbe, és akkor meglátom, hogy ott van nagyjából egyébként
elég sok objektumot már így fejből tudok, hogy nagyjából merre kell keresni, és akkor elég hamar megtalálom, úgyhogy így végig szoktam menni egyébként, amikor elkezdem, hogy jó, ezt megnézem, ezt, és akkor utána keresek olyat, amit még nem láttam, vagy nehezebb megtalálni. De mindegy, amikor megpillantasz mondjuk egy galaxist, és látsz a távcsődán keresztül ott egy kis pacát. Na most ott a személyiségettől függ szerintem, hogy így annyit mondasz rá, hogy okay, vagy beleképzeled, hogy Jézusom, ott van egy galaxis, ugyanolyan, mint a mi galaxisunk, amiben van több száz millió olyan csillag, mint a nekünk a napunk, ami között megint több száz millió vagy milliárd bolygó kering, és akkor így mi van? Mi ez? És ez egy galaxis. És a galaxisokból most azt mondják, legújabb kutatások, hogy ilyen 80-100 milliárd galaxis van. 80-100 milliárd olyan hasonló cucc van a világegyetemben, az univerzumban, mint a mi tejút rendszerünk. Ugye a galaxisunk. Tehát úgy hihetetlen. Úgy belenézed, és gyakorlatilag egy csillagváros látsz, ott több milliárd kis izét, ami a távcsőn keresztül úgy csak egy paca. És ha ebbe itt belegondolsz, hogy nem tudom nem elképzelni, hogy abból a több milliárd bolygón nincsen valami hasonló, mint itt. Mármint itt az életre gondolok nyilván. Ez nagyon érdekes. Hát annyira végtelen a világűr szerintem, hogy simán biztos, hogy van. Csak olyan messze van tőlünk, hogy valószínűleg az ő technikájuk se érett annyira meg, hogy találkozni tudjuk. Hát ja, most ha ugye abból indulsz ki, és akkor itt jön be egy csomó ilyen fizikai kérdőjel még, hogy ugye elvileg a fénysebességnél nem nagyon tudsz gyorsabban menni, ezt nem nagyon tud átlépni az elméletileg. Ugye az 300 000 kilométer per szekundum. Tehát az azt jelenti, hogy egy másodperc alatt a fény, a kis fotonok, azok 300 000 kilométert tesznek meg. Az nagyon sok ilyen földi léptékbe. Hát úgy gondolod, hogy 7-szer kerüled meg a földet az egyenlítő mentén. Ja. Hát egy másodperc. Egyébként, hogy könnyebben megérthető legyen, a napfénye, amit mi érzékelünk, az 8 perc alatt ér el hozzánk ide a földre. Igen, és ez nagyon-nagyon-nagyon közel van hozzánk, ilyen galaktikus mértékkel. Ja, úgy, ennek hogy... is kell 8 perc. Igen. 8x60 másodperc. Igen. És mondjuk fölnéztek az égre, és ott láttak egy csillagot, vagy valami kis fénylő pontot, pacát, mindegy, azt a múltat látod igazából ott. Tehát az a kis foton részecske, ami éppen beleér a szemedbe, abba a pillanatba, az évezredekkel, vagy évmilliókkal ezelőtt indult el arról a bolygóról, és az pont a te szemedbe jött bele. Lehet, hogy kedves végre péntek követőink, hallgatóink, hogyha most felnéztek az égre, akkor a mostani állapotot, hogy tényleg hogy néz ki az a csillag, azt lehet, hogy csak több millió év múlva fogják látni. Lehet, hogy ott sincs. Sőt, az is lehet, hogy már ott sincs. Sőt, valószínűleg amúgy csomó nincs ott. Ugye van ez a vörös eltolódás is. Most nem megyek bele. De szerintem nagyon sok dolog, amit fölnézünk az égre, és látunk, az már nem úgy van. Az ugye már fölrobbant, eltűnt, szublimált. Az idei évben, vagy ezt biztos hallottad, meg lehet, hogy egyszer végre péntekben is hoztam ezt a sztorit, hogy az Orion csillagképnek az egyik legfényesebb csillag a Betelgeuse. Igen, arról már volt szó, igen. Hogy az egyébként egy eszmetlen nagy vörös óriás. Tehát, hogyha mi napunkat vesszük, az a csillag az jelenleg akkora, mint hogyha mi napunk a Jupiterig érne. Most gondoljuk el. Az para. Eszméletlen nagy. De ugye ez már egy felfúvódott csillag, ugye minden csillag a halála, tehát a nagy a robbanása. Azt hiszem úgy van, nem, hogy amíg van hidrogén a napban, addig azt égeti, és a végén akkor már héliumot fog, és akkor fog így kitágulni. Igen, és akkor elkezd vasat termelni, és akkor jön a pupa. Igen. Hát először ugye felfújódik, azt hiszem, és akkor utána összeroskad az egész, és akkor gyakorlatilag ha így nézzük, akkor milliók, milliárdok, azt hiszem, még 5 milliárd éve van a napnak, valami ilyesmit szoktak jósolni, igen, hogy utána ez a bolygó, ez így megszűnik. Tehát, hogy utána itt amikor vörös óriás lesz a napból, akkor nekünk annyi. Ez már a Föld pályáját, sőt a Mars
Mars pályánál fog állítólag megállni. Aha, nap részeire szintet, hogy úgy beleolvadunk a napba gyakorlatilag. Úgyhogy minden, ami itt történik, az egyszerre a napon is lesz. Úgyhogy a napon lesz végre péntek. És a Betelgyúz az pont egy ilyen ment át, hogy a állít, most ezt egy laikusként mondom, hogy ugye a vége fele már elkezdenek pistákat. Tehát olyan szinten már változik a fényereje, meg az aktivitás, hogy az már tényleg az utolsókat rúgja. És állítólag egyébként itt már száz években mérjük. Tehát annyira lecsökken, olyan gyorsan kezd el változni a csillag, hogy száz években mérhető ez a változás, ami egyébként... És a Betelgeuse-ból lehet fekete lyuk, nem van lehet, akkora? Mert akkora. Viszont, és ugye mi is azt láttuk, és ez szabad szemmel is tapasztalható volt, hogy egyik hónapban fényesebb volt, és utána meg nagyon lecsökkent a fényereje. És már azt jósolták, hogy ebből lehet, hogy lesz egy szupernova robbanás, ami azt jelentette volna, hogy mert annyira viszont nincs messze, csak néhány száz fényévre, vagy talán fél ezer fényévre, hogy... Pikpakot vegyünk. Most igen. Hogy látunk egy szupernova robbanást, ami egyébként egy ilyen telihold fényének megfelelő fény lenne az égbolton, több napon, vagy talán több héten keresztül, és én is vártam, hogy mikor történik meg, és úristen, tehát ilyet egyébként feljegyeztek, de azt hiszem az ókori Kínában volt. Igen, pont ezt akartam mondani. Hogy nagyon kevés, tehát hogy jó pár száz évente egyszer történik egy ilyen. Meg aztán, bocs, csak befejezem a Betelgeuse-t, aztán kijött egyébként, hogy valószínűleg bekúszott egy valami gázfel, vagy porfelhő elé, akkora, tehát ugye az is ilyen naprendszer méretű porfelhő, és az vette el a fényét, és még rohadtul nem haldoklik a Betelgeuse egyébként. De hogy ilyen tök egyszerű dolgok, és mi már itt elméleteket fűzünk rá, meg hogy a fizikailag akkor mi történhet, és egyébként nem látjuk, mert begúszott el, és azért csökkent a fénye. Bocs, mondjad. Most, lehet, hogy rosszul emlékszem, de talán a betlehemi történések alatt is, vagy egy üstökös volt, vagy egy szupernóva, valami ilyesmire emlékszem. Ugye, ami a három királyokat vezette a csillag. Na, tessék, nevezett. Még a karácsonyt is rákötjük. Én egyébként nevezett. Azt úgy tudom, hogy az is egy elmélet. De tényleg ez is, hogy volt üstökös. Igen, valami volt ott. Igen. És kiszámoltak, hogy valamelyik tényleg itt volt akkor. Igen, igen. És hallottam, hogy lehet, hogy azt hitték, hogy az hogy a, az, igen. De én hallottam olyat is, hogy éppen egy Jupiter-Szaturnusz együttállás volt, és ugye két alapból egy fényes objektum az égen. És ezek akkor egyébként ez tavaly megtörtént, csak akkor a mázlink volt, hogy pont akkor volt ilyen egy hét réteg felhő fölöttünk. De jó. Ugyanaz az együttállásot visszaszámolták, tényleg egyébként tényleg a időszámítás kezdetén volt egy ugyanilyen együttállás. De valamelyik üstökös is egyébként tényleg. A Héli üstökös, talán, igen. Illetve Cézár halál, akkor is egyébként ott volt az égen a Héli, vagy valamelyik. Azt mondják, ha ott van, az nem jó. De ugye ez a negatív esemény történt. De Cézárral ugye a legendája az az, hogy ő aztán Isten lett, vagy félisten, és fölment az égbe. És egyébként, amikor meghalt, tényleg ott volt egy üstökös. És joggal hitték azt az akkori emberei, hogy hát az Cézár. Lehet, egy űrhajó volt. Igen, biztos a reptiliánok akkor jöttek először a bolygónkra. Megnézték, hogy lapos a föld, megnyugodtak, azt tovább mentek. Zuckerberg megnézte, hogy itt jó lesz a Facebook, itt jó. De még nincsen gépük hozzá, jó, hogy visszajövök később. Várunk 2000 évet, addig elmegyünk az intergalaktikus kocsmába. Igen. Simán lehet. Ja, szóval akkor ez a csillagászat, ez tényleg egy ilyen kis... semmibe révedés? Lehet erre így tekinteni, vagy pont, aha, hogy a mindenségbe való révedés? Inkább a mindenségbe. Igen. Engem foglalkoztat ez a kérdés tényleg, hogy kik vagyunk, mi ez, honnan jöttünk. Tehát, hogy annyira ilyen beteg világ vesz minket körül. Most a világűre gondolok. Gondolhattam volna másra is. Akkora energiák, meg robbanások vannak, meg akkora bolygók, meg csillagok, meg objektumok. Felfoghatatlan, igen. Nekünk tök nagynak tűnik mondjuk ez a, mit tudom én, menhettem be a felhőkarcot, hogy úristen, de nagy, de ez egy porszemnek a porszeme körülbelül így galaktikus méretekben. Hihetetlen, tényleg hihetetlen. És ugye megadatik azt, hogy ez egy terített asztalként ott van előtted. Csak föl kell nézni az égre.
És egyébként ez, bennem meg ez is benne van egyébként, hogy egyszer egy végtelenül depresszív elfoglaltság, de mellette meg egyébként így kitárja a gondolatodat, hogy nézed, gondolkozol ezeken, belenézed a távcsövetbe, és elmész az Andromédára, és nézegeted, hogy baszki, az ugyanolyan csillagok vannak, mint itt, meg valószínűleg ugyanolyan bolygók is, de mellette benne van az is, hogy soha a büdös életbe egyébként nem fogok se én eljutni, meg szerintem egyébként az emberiség se, és mindig elmondjuk, hogy mert a technika még nem tartott. Én élnék a gyanúperre, hogy soha a büdös életben nem is fog ott tartani. Tehát ez most így nem a teremtő, az univerzum, a felettes erő most kinek hitrendszer alapján, de hogy valamiért így megadatott nekünk a végtelen tudat, meg a gondolkodás teljes szabadsága, de egyébként be lettünk szorítva egy ilyen fizikai korlátok. Amúgy igen, ez tök érdekes, ezen sokat szoktam gondolkodni, és ez inkább ilyen filozófikus, hogy az emberi elme, hogyha már itt tartunk, az ide le van korlátozva, ahogy te is mondod. Tehát ugye ezekhez a fizikai viszonyokhoz van igazítva. Tehát mondjuk a kicsit nagyobb lenne a gravitáció, vagy kicsit kisebb, már minden felborulna, ami létezik itt a Földön. Egy 100%-kal kevesebb oxigén lenne, vagy valami, már megborulna az egész rendszer. Tehát így az ember az annyira erre a földre van optimalizálva minden, hogy az valami hihetetlen. És ha valami másik bolygóra tényleg átmész, nem tudod, milyen a bolygónak a vagy üstökös, tök mindegy, akármire, milyenek a fizikai tulajdonságai, az összetétel, a légkör összetétel, tehát hogy az ember az annyira ilyen földspecifikus, most földbolygóra gondolok, amin élünk, hogy ez hihetetlen. És érdekes, hogy ugye tervezik, hogy elutaznak a Marsra, meg ilyesmi. És az űrhajók egyébként, meg ugye a környezet ugye tesztelik, tehát vannak ilyen tesztbázisok, ahol évekre összezárnak embereket, hogy akkor megfigyeljék, hogy viselkednek egymással. És talán az egésznek a korlátja az tényleg az, hogy mentálisan mit élsz át. Nem is az, hogy fizikailag, hanem hogy így szellemileg, hogy milyen lehet végignézni, hogy így elhagyod a bolygót, nem? Uh-huh. Tök érdekes. És nem úgy hagyod el, hogy kimész az űrbe, mert az egy nyaralás. Na, ja. Itt a Földön. De elhagyod a Veszprémet, az otthonodat, elmész orvált tengerpart, a nyaralás, majd visszajövök. Igen. Ilyen az, hogyha fölmész az űrállomásra fölöttünk. De azért tudod, hogy visszajössz. Igen, de egy másik bolygóra mész el adott esetben, most lehet, hogy onnan is egyiket visszajönnek, de azért abban jobban benne van az, hogy nem jössz vissza. Ja. És, hát meg ugye azért Marsra például ugye most az a következő misszió, amit be akarnak iktatni, az oda, ha jól tudom, akkor 4 év az utazás, meg ugye 4 év vissza, hogyha meg tudják oldani a visszautat. Ja, meg még ott is kéne lenni. Az alsó hangon mondjuk egy 10 év, érted? Itt azért. Most már megcsúsztunk, gyerekek, a holdpályán, most már nem fér bele egyébként. Már nem. Azt a krátert már nem nézzük meg. Ja, úgyhogy ez nagyon érdekes, tényleg. Meg ez a, menjünk bele skifizni egy kicsit erre az utolsó 10 percre, én azt mondom. Mi? Ja, már ennyire elszaladt az idő. Szóval Interstellar, ezt vegyük alapul. Ezt akartam mondani a következő sessionben. Szerintem az Interstellar a legfizikai törvényekhez hűbb film, ami valaha készült, ami sci-fi, szerintem. Gondolom, ebbe egyetértünk. Persze, nem vett egy Nobel-díjas fizikus, asztrofizikussal. Igen. Azóta Nobel-díjas asztrofizikus, csak Kip Turner rakták össze. Na most gondolj bele abba, hogyha mondjuk te mondjuk bevállalnád ezt a dolgot, hogy elmész felfedezni egy lehetséges, élhető bolygót, akkor tényleg az van, hogyha vissza is jössz, akkor valószínűleg azok, akiket ismertél, már mind meghaltak, mert számodra tök máshogy fog telni az idő, mint itt. És ez annyira furcsa számomra, hogy hogyan, mikor pontosan ugyanazt a percet éled át, amit ő is itt. Hát ugye elvileg az idő, az a gravitációval van összefüggésben, meghajlik a tér, és most nem tudom, ott telik gyorsabban, ahol minél kisebb a gravitáció, ha jól tudom, és ott telik lassabban, ahol minél nagyobb a gravitáció. És ugye ezért van az, hogy például a GPS műholdakat is, nem tudom mennyi időközönként, de újra kell hangolni, mert... Naponta konkrétan. Igen, és mert ott gyorsabban telik az idő fönt, mert kisebb a gravitáció,
mint a Földön lent, ahol vagyunk. Illetve, bocs, helyesen ez úgy van, hogy hozzánk a mi időnkhöz képest elég gyorsabban. Neki ugyanúgy telik. Neki ugyan, hát ez ilyen fizikailag, hogy hol vagy. Tehát az időérzékelésed egyébként, tehát az valószínűleg ugyanaz. Az ő egy másodperc, az ugyanúgy neki egy másodperc, de nekünk meg már lehet, hogy három. Ja. Vagy fél. Igen, igen, igen. És ez például tök érdekes, hogy ezt olvastam valamilyen kutatás, nem emlékszem, hogy mire, hogy ezt konkrétan elméleti síkon az úgy van, hogy mondjuk mi most itt vagyunk fönt a magasban, 18-on, 9-en. 19. emeleten. Hogy itt elméletileg egy minimálisan, de gyorsabban telik az idő, mint aki az épület alatt áll. Hát ez alapján van, sőt azt hiszem, hogy ez talán bizonyítva is van, hogy a vadászrepülő pilóták 3 perccel fiatalabbak, mint a velük egy évben született, tehát egy napon születettek. Uh-huh. Valahogy úgy jön ki, mert hogy rájuk kicsit ott fönt másképp hat. Ez tök fura. Igen. Ja, egyébként ebben is gondolom. Sőt, a piramisok mellett is egyébként, ugye ott a tömeg, ami ugye a fekete lyukaknál is ez a tömegvonzás. Ja, hát ott meghajlik a hozzá, tér, most röhög egyébként, tudom. Ahogy itt nyökölnyök ja. Próbáljuk ezt nem tudományos. De hogyha egyébként a közelsz a piramishoz, akkor te, neked azt kéne látnod, ha nagyon érzékenyen néznéd, hogy egyébként melletted rohangálnak az emberek, miközben egyébként ők is csak sétálnak. Ők meg azt látják, hogy ilyen nagyon lassan emeld a szállt az a cigit, mert neked meg ugye, ők meg úgy érzékelik, hogy te lelassultál emiatt. Egyébként ezt így, most csak egy ilyen elméleti kérdés, hogy így bevállalnátok, hogy mondjuk így elhagyni a Földet, és mondjuk így elsőként lépni, most nem a Marsra, mondjuk egy távolabbi objektumra, bolygóra. Mondjuk, hogyha 100%-ig biztosra tudnám azt, hogy túlélem, 100%-ig biztosra tudom azt, hogy ott élhetek tovább. Tehát nem úgy, hogy szkafanderbe életem végéig. Na. És mondjuk legalább az Andromédára kell menni, én elmennék. Na, ebből egyik se biztos. Hát, igen, tudom, de azért mondom, hogy menjünk egy kifibe itt a végére. Értem. Én akkor ebbe belemernék menni. Uh-huh. De az, hogy random valahová a világűrbe, ami talán jó, talán nem, biztos, hogy nem. Mert szintén Interstellar, láttuk ott a filmben, amikor az a 8 bátor valaki random egy kiválasztott bolygóra menj el egyedül, aztán vagy túléled, vagy nem. Fú, az a visszatérve egy kicsit az emberi elme, meg a sci-fi, meg ezek. Nem tudom, melyik filmnek melyik szakaszában van az a jelenet, amikor azt hiszem a csávó talán lezuhan egy bolygóra, amin bokáig érő víz van. Az Interstellarban van. Azt tudom, hogy ott van, csak hogy film vége felé, eleje felé, nem tudom, hogy az kerül oda. Az pont a aha. De ez milyen para, nem? Hogy így egy random bolygóra leszáll, és bokáig ér a víz, és így egyedül, így tényleg totál egyedül ott vagy. Uh-huh. Mert ha itt a Földön lennél egyedül, és így mindenki kihalna, kivétel csak te, tehát nem tudom. Tehát jó, persze, biztos nagyon szar lenne, de hogy úgy nem lenne idegen, nem? Ott viszont nagyon idegen. És ott semmi nincs. Semmi. Ez mennyire nyomasztó. Én egyébként belegondoltam, hogy nyilván olyan feltételek mellett, én nem itt tenném meg, hogy biztos legyen az, hogy túlélem és élhetem tovább az életemet, hanem hogyha a Földön nem lenne egyébként senkim, se szerettem, családom. Ja, hát akkor nyilván, de van. De és benne lenne egyébként az, hogy lehet, hogy olyan bolygóra megyek, ahol meg itt tűzvihar van és el fog égni. Én bevállalnám. Tényleg? Én azt bevállalnám. De durva. Igen. Ja, én is. Én nem. Azt a részét, igen. De durva, én nem. Vinnék egy horgásszéket. Az még jó végignézni. Meg egy shopit. Egyébként, hogyha most ezt megint csak egy ilyen gondolat, meg skifi, hogy tegyük fel, hogy vagy mondjuk éljük bele magunkat az Armstrongnak a szerepében, amikor a Holdra lépett állítólag. Ugye? Ezt hagyjuk nyitva. Válít és a konteói. Mi lenne az a mondat, amit kimondanátok? Bazd meg! Magyar vagyok, hát mi lenne? Már lehet, hogy neki is ez volt egyébként. Igen. De mindenki úgy ismeri, hogy kis lépés egy embernek, de nagy lépés az emberiségnek. Egyébként zseniális mondat szerintem. Bármelyik NASA marketinges is találta ki. De így, hát nem tudom, mit, Bence, te mit mondanál? Gergely, hát, jó, bazd meg. Biztos. Ezt adom. Szerintem az ember, hogyha egy ilyen helyzetbe kerülne, ott olyan érzelmi hullámba kerülne, hogy így nem tudom, mit mondanék. Szerintem én is valami olyasmit, amit a Gergő, hogy azt a
kurva, igen. Ja. Valószínűleg ilyen I can't believe it. Igen. Ja, saját anyanyelven káromkodnék, ez biztos. Mert valószínűleg nagyon sok ember szerintem káromkodna egyet. Ja. Hogy ez mi a... Ja. Van egy ilyen konta, hogy hogy volt állítólag az Armstrongnak az első vonat az volt, hogy úristen, ezek tényleg itt vannak. Ja. A németek? Németek. Hát azt nem tudjuk. Igen. Azt ugye nem tudjuk, hogy kire gondolt földönkívüliekre, vagy náci. Hát de most a kínaiak ott vizsgálják a túloldalt. A németek azok a második világháború alatt ott elérték az űrnek a határát, azt hiszem. De mivel? Repülővel csak? Nem, a rakétával. Rakétával. Aha. Valami vonalat átléptek ott. Ja, a FAU 2 volt. És ha jól tudom, akkor ők vittek föl élőlényt legelőször a világűrbe. Én benne maradt a Hinterhörcsög. Nem, muslincát. Ah. Wow. Ezt olvastam egy könyvben. Figyelj, kicsibe kezdték. Ez nagyon, nagyon érdekes. Az oroszok egyből ember küldtek, csak hát a Gagarin érte túl. Hú, ja, abból viszont több ilyen van, hogy az oroszok felküldözgettek embereket, aztán néha így elkapdosgattak ilyen amatőr rádiósok segélykéréseket az űrből. Hogy random emberek, hogy foglyokat küldtek föl, nem tesztelt? Hát nem csak foglyokat, állítólag izékat is. Önkénteseket. Kiképzett, hát azelőtt vadászpilótákat. Ezt nem hallottad? Ezt nem. És kedves hallgatók, ti? Várjuk. Na, röviden, akkor te ezt ismered? Hát de beszéltünk is már róla itt egyszer végre péntekben. Aha. Hogy aki lemaradt volna. De ez már nagyon régen volt. Mert... Elkaptak ezek ilyen, ez még így az űrversenynek a hőskorában. Még Gagarin előtt. Igen. Tehát inkább az 50-es évek, vagy 60-es eleje, hogy az amatőr rádiósok... De ez már a Sputnik után volt. Az oltás után? Nem, hanem a műhold előtt. Ja, igen. Ez már a Sputnik után volt. Már az embereket, hogy kilő előbb embert az űrbe. És Gagarin még nem történt meg. És befogtak olyan amatőr rádiósok, és egyébként nem csak amerikaiak, mert ez nagyon fontos, mert ha Amerika mond valamit, hogy az oroszok ezt elbaszták, azért nem, hanem ezt a világ több pontján érzékelték. Olaszok is mértek be, jól tudom, lehet utána Ausztráliából is, abban nem vagyok biztos. És nagyon recsegve, de egy-két szót ki lehetett venni, orosz beszéd volt, és hát nem éppen a legnyugodtabb helyzetjelentés. De konkrétan sikoltozások, női is, meg férfi is. Meg gondolom, száz a semmibe már. Ja. És ez annyi helyről jött össze egyébként, meg én ezt már így túl mennék. Jó, Conteo nyilván, mert nincs semmi alátámasztása, de az oroszokról simán el tudom képzelni egyébként, hogy fölküldözgették az embereiket, és hát mit tudom én, lesodolott a pályáról, visszatért a föld légkörébe irányíthatatlanul, és ott égett el. Nyilván a rádió megközben működött. És ki tudja, hogy hány, most nem is azok, akik elégtek a földbe, mert hát az se egy kellemes halál, de mondjuk gondolj bele abba, hogy te benn vagy egy űrkapszulában, és sodródsz a semmibe, ja. És mondjuk kinézel, és látod, hogy a földre egy jobban távolodik, és nyilván előbb-utóbb meg fogsz fulladni a kabinba, de hát azért az lehet, hogy több nap. És nem hiszem, hogy adtak nekik pisztolyt pont azért, hogy minél hát, tovább húzzák. Jó kérdés. Cián kapszulát azt előszeretett. De akkor szerintem hogy megölték volna magukat egyből. Nem? Hát szóval egyből a kísérletnek az volt a célja, valamilyen hogy módon ne tudjanak. Figyelj, amennyire paranoiásak voltak, akkor az oroszok, én el tudom képzelni, hogy adtak ciánkapszulát azért, hogyha leszedi őket egy amerikai hajó, igen. Akkor meg tudják ölni magukat, hogy ne tudják elmondani az infót, hogy honnan jönnek, meg ki jön, meg kicsoda. Hát te nem vetted volna be a ciánkapszulát, hogyha látod? A sodródok és esélytelen a megmenet. Az utolsó pillanatig vártam volna, mert az ember olyan, hogy amíg tud, addig kitart. Én a legutolsó pillanatig vártam volna, mert benned van a túlélési ösztön. De bevetted volna. Hát a legvégén, mikor és lehet, tudom, hogy vége. És akkor már nem kapnak mondjuk olyan kísérleti adatokat, hogy miért hal meg ilyesmi. Hát mondjuk ez is lehetséges. Hogy így kibaszni velük. Hogy direkt a halálba hát, küldték őket. Nem, most ez olyan, mint a Lajka, érted, hogy szerencsétlen Lajkát is beszíjazták, és nem hagyták, hogy ott össze-vissza mászkáljon az a kutyus, persze. Meg minden, mert ott az volt a cél, hogy tudományos kísérleteket végezzenek el, tudományos adatok folyanak be, milyen hatása van az űrbe, hogyan hal meg az űrbe. Szegény Lajkának azért sok nem jutott, mert hiába mondták az oroszok azt, hogy ugye alapból úgy tervezték, hogy nem is jön vissza. De hogy elmondták, hogy olyan gázt, vagy olyan anyagot, vagy
valami ételt fecskendezek be neki, amitől szépen elalszik. Igen. Na most a valóság, ami azóta egyébként azt hiszem talán ki is derült, hogy meghibásodott a hőmérséklet szabályzó rendszer, és hát nagyon hamar ilyen 80 fok körülire fölment. Először talán 40, aztán utána ment a többi hőmérséklet a kabinba. Úgyhogy a szerencsétlen Lajka az ilyen hősokkot kapott, és abba pusztult el. Nagyon nem szeretem, mikor ilyen kutyákat küldezgetnek. Nagyon nagyon közel állnak a kutyusok. Ja. Úgyhogy nagyon sajnálom szegény Lajkát. Maradjunk annyiban, hogy szép dolog a csillagászat, és hogy közeledik a karácsony. Amíg nem az oroszokkal repülsz. Amíg nem az oroszokkal repülsz, addig nincs baj. Úgyhogy ruházzatok be egy csillagászati teleszkópra, tényleg nem fogjátok szerintem megbánni. Mondj egy összeget, Bence, mondjuk egy belépő összeget, hogy mivel induljon neki valaki, csak ilyen jó tanácsként. Hát én azt gondolom, hogy használtan most már lehet venni ilyen 30-40 ezerért is tök jó kis kezdő távcsöveket. És az már az sikerélményt. Aha, az már igen, szerintem igen. De aki mondjuk egy 100 000 forintot bele tud investálni egy távcsőbe, akkor szerintem azzal már nagyon jó eredményeket tud elérni. Csodálatos végszó. Bence, köszi szépen, hogy itt voltál nálunk, és kalandozhattunk egyet a világ mindenségben. Köszönjük ezt a sok infót. Én köszi a meghívást. Akkor mi van még hátra? Távolunk, se kerültünk a földtől. Igen. Nagyon szép. Mi van még hátra? Ja igen, iratkozzatok fel itt YouTube-on, meg lájkoljátok a videót, meg csengettyűzzétek a videót. Ott vagyunk még Instagramon, Facebookon, ott is jöhetnek a lájkok, a követések. Kövessetek a kedvenc podcast hallgató felületeteken. Mint például a Spotify vagy a Google Podcast. Vagy bármi. Igen, ez volt erre a hétre a végre péntek. Legyen szép hétvégétek. Bence, neked még egyszer nagy pacsi, hogy itt voltál. Köszönjük. Én köszi. Én Gergő voltam. Meg Bálint. Én meg Bence. Sziasztok. Sziasztok.